Jó napot kívánok! A Mozgássérültek Vas megyei Egyesületének Celldömölki csoportja immár 20. alkalommal szervezte meg a fogyatékkal élő emberek országos kulturális fesztiválját. A jubileumi rendezvénynek ezúttal is a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont június 8-án. A Mozgássérültek Vas megyei Egyesületének Celldömölki csoportja szervezésében immár 20. alkalommal gyűltek össze a fogyatékkal élő emberek, hogy egy országos szinten is ritkaságszámba menő kulturális fesztivál keretében bizonyítsák, ők is teljes értékű emberek, és néha egészséges embertársaikon is túlmutatva képesek a vidám, alkotó és tevékeny életre. A színpadon életre keltett produkcióikkal pedig lélekemelő pillanatokat szereztek egymásnak, valamint a zsűriben helyet foglaló értékelőknek egyaránt. A rendezvény kezdetén elsőként a CELI csoport vezetője, Holpert Jenőné Bella néni idézte fel a két évtizeddel ezelőtti kezdeteket, majd Fehér László polgármester mondott köszöntőt, aki elismeréssel szólt a 20 éves múltra visszatekintő rendezvényről, kiemelve az esélyegyenlőség, egymásra odafigyelés fontos szerepét. Fekete Árpád, a Vas megyei szakosított szociális intézmény vezetője, mint a Mozgássérültek Vas megyei Egyesületének egyik alapító tagja mondott ünnepi beszédet, kitérve arra is, hogy a helyi Celldömölki csoport a 20. alkalommal megszervezett fesztivál mellett idén megalakulásának 30 éves évfordulóját is ünnepli. A dákai szereplőkkel érkező Magyar Tamás most is, mint minden évben, saját versével köszöntötte a versenyt évről évre fáradhatatlanul megszervező Holpert Jenőnét, majd zsűri és közönség elé került a különféle kategóriákba sorolt több mint 70 produkció. A bemutatott műsorszámok között volt jelenet, társastánc, egyéni tánc, vers és próza, valamint énekes, zenés előadás. Az eredményhirdetésen ezen kategóriák helyezettjei díjazták, az első, második, harmadik helyezéseken kívül több külön díj is gazdára talált, melyeket Fehér László polgármestertől vehettek át a díjazottak. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola június 14-én tartotta tanévzáró ünnepélyét. A rendezvény keretében a végzős nyolcadikosok is elbúcsúztak iskolájuktól. A péntek délutáni esemény az ünnepség ballagási részével vette kezdetét, miután a két osztály 40, nyolcadikos végzőse a ballagók szentmiséjén vett részt a egy templomban. Az iskola udvarán tartott ballagási ünnepény nyitányaként Bende Zsóka 6. B osztályos tanuló szavalta el Gárdonyi Géza Írás a Bibliába című versét, majd két nyolcadik osztályos diák Gudui Eszter és Takács Vivien énekelte el a Nézz rám Istenem című dalt. A 7. osztályosok nevében Jánosi Júlia búcsúzott 8. osztályos társaitól, majd a két ballagó 8. osztály nevében Nagy Máté 8. A osztályos tanuló mondta el búcsúzó gondolatait, aki beszédében az emlékidézésre és visszatekintésre helyezte a hangsúlyt. A Kazinci jelvény aranyfokozatát birtokló Sarlós Amina 8. B osztályos tanuló Jobbágy Károly búcsúzó című versével köszönt el szeretett iskolája közösségétől, majd Cupor Attila igazgató ballagási beszédét hallhatták az egybegyűltek. Az intézményvezető két fontos értékre hívta fel a végzősök figyelmét, a hálára és elégedettségre, továbbá kiemelte, hogy bízzanak Krisztusban, hiszen ő benne van a győzelem útja, és arra hívta fel figyelmüket, hogy az igazi öröm hosszas, nehéz küzdelemmel szerezhető meg. Az iskola énekkara a Szeretet nem fogy el sosem című dallal búcsúzott a 8. osztályosoktól, majd a ballagási ceremóniával kezdődött ünnepély tanévzáróval folytatódott, melynek kezdetén két harmadikos diák a vakációról szavalt. Tanévzáró gondolatait Németh Tamás református lelkész osztotta meg a jelenlevőkkel, aki a Zsoltárok könyvéből idézve buzdította a diákságot az előttük álló vakáció értelmes kihasználására, miszerint taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A lelkész után Celldömökváros önkormányzata nevében Fehér László polgármester mondta el köszöntőjét, elsősorban a végzősökhöz szólva. Két végzős tanulónak, Gudui Eszternek és Cupor Annának, az iskola alapítványának elnöke alapítványi díjakat adott át 8 éven át tanúsított szorgalmukért és közösségi munkájukért, a rendezvény végén pedig Cupor Attila igazgatótól vehettek át könyvjutalmakat az iskola kitűnő
és jeles bizonyítványt szerzett tanulói. A tanévzáró keretében búcsúztatták az iskola nyugdíjba vonuló pedagógusát, Lendvai Istvánnét, aki 21 évet töltött a Szent Benedek iskolában. A búcsúzó tanárnőt Cupor Attila igazgatón kívül Fehér László polgármester és Farkas Gábor jegyző is köszöntötte a város nevében. A tanévzárók sorát idén is az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nyitotta meg. Az intézmény évzáró ünnepélyére június 12-én került sor a Kemenesalji Művelődési Központ és Könyvtár Színház termében. A 2018-2019-es tanévet lezáró ünnepség a hagyományoknak megfelelően tanévzáró hangverseny keretében zajlott, ahol a zeneiskola növendékei különféle zeneművek által mutatták be a tanév során sikeresen elsajátított hangszeres darabjaikból. Az intézmény oktató munkájában nagy hangsúlyt fektet a kamaramuzsika népszerűsítésére, ennek megfelelően az iskola vonós zenekarának és magánének szakosainak közös előadásában felcsendült az Egyiptom hercege című musical népszerű betét dala is. A bemutatók után Bejci Károly igazgató hivatalosan is lezárta a most végződő tanévet, felsorolva mindazok nevét, akik egész éven át tanúsított szorgalmas, kitartó munkájukért dicséretben részesültek szolfésból, illetve zongora, cselló, gitár, furuja, kürt, trombita, hegedű és fuvola szakokból. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a zeneiskola eredményes működéséhez a belső, illetve külső segítség, támogatás is elengedhetetlen, így köszönetét fejezte ki a szülői munkaközösségnek, továbbá kiemelte az önkormányzat erkölcsi támogatását és a városgondnokság gyakori segítségét. Az évzáró rendezvény stílusosan a Európa Együttes Végső Visszaszámlálás című közkedvelt dalával ért véget, utalva a tanév utolsó napjaira. A felcsendült szám összhangzatos megszólaltatásához a vonós zenekar kiegészülve az ütősökkel tette teljessé a zenei hangzást. Határtalanul pályázat keretében 4 napos kiránduláson vettek részt a Városi Általános Iskola alsósági tagiskolájának hetedikesei. Élményeikről csütörtökön számoltak be diáktársaik előtt. A Celldömölki Városi Általános Iskola alsósági tagiskolájának 22 tanulója vett részt azon a 4 napos felvidéki kiránduláson, mely a Határtalanul program keretében május 20-a és 23-a között valósult meg. A diákok az előzetes felkészülés során megismerkedtek a vidék földrajzi jellemzőivel, történelmével, irodalmi és művészeti vonatkozásával. Élményeikről csütörtökön számoltak be diáktársaik előtt egy fényképes prezentációval egybekötött előadás keretében. A Határtalanul program kereteiben 4 napot tölthettünk a felvidéken az egész osztályunkkal, és erre a kirándulásra előzetesen föl is készültünk, amikor az itt eltöltött helyeket kikerestük. Ezen a buszúton mindenki jobban összekovácsolódott, megismertük az offai diákokat, szövődtek barátságok, és mindenkinek nagyon tetszett amúgy a kirándulás. Köszöntük a csodálatos túravezetést János bácsinak, a buszsofőrünknek, Gábor bácsinak, meg úgy unblock a tanárainknak, mert nagyon jól meg lett szervezve ez az egész kirándulás, és mindenkinek nagyon tetszett. A kirándulás a kettészakított városban, Komáromban kezdődött, Nagy Csallón folytatódott, de a 4 nap alatt több felvidéki településre ellátogattak. Történelmi tájegységeket, irodalmi emlékhelyeket kerestek fel közösen, miközben a világörökség részét képező helyszíneket is feltérképezték. A városnézések során bepillantást nyertek a főurak életébe, legendákkal, településtörténetekkel ismerkedtek meg. Ellátogattak Rozsnyóra, egy magyar iskolába, ahol bepillantást nyertek az ottani oktatás jellemzőibe. Megismerkedtek az Andrássy család történetével, a gyógyszerészből festővé vált Csontváry Kosztka Tivatar életével és még több magyar kötődésű történelmi hírességgel. Élményeikről útinapló formájában is beszámoltak, a látottakat pedig későbbi tanulmányaik során is kamatoztathatják.
Kedden közel 150 fős budapesti kirándulócsoport látogatott városunkba. A főváros 15. kerületi baloldali kör tagjai egykori országgyűlési képviselőjükre emlékezve Kiss Péter emléktáblájánál rótták le tiszteletüket. 2017. szeptember 13-ai ülésén döntött a város képviselőtestülete, hogy a Városháza mellett egy emlékparkot létesít a város díszpolgára Kiss Péter előtt tisztelegve. Tavaly augusztus 19-én aztán felavatásra is került a parkba elhelyezett emléktábla és csobogó, mely Kiss Péternek állít emléket. A néhai miniszter, miniszterelnök helyettes folyamatosan munkálkodott azon, hogy szülővárosa fejlődhessen, hatékony közreműködésének köszönhető, hogy Celldömölk elnyerte mai modern arculatát. Azonban nem csak városunkban, hanem a budapesti 15. kerületben, Újpesten és Rákospalotán is sokat köszönhetnek a fejlesztő támogató tevékenységének. Az ott működő baloldali közösség, mely nemrégiben a néhai politikus nevét is felvette, kedden mintegy 150 fős létszámmal Celldömölkre látogatott, hogy az itteni emlékparkban rója le tiszteletét egykori országgyűlési képviselője emléke előtt, aki aznap töltötte volna be 60. életévét. Az emlékező vendégeket köszöntötte Fehér László polgármester, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület elnöke, aki beszédében felidézte városunk és a néhai miniszter kapcsolatát, felsorolva mindazokat a fejlesztéseket, melyek a támogatása nélkül nehezen valósulhattak volna meg. Külön kiemelte, hogy míg országgyűlési képviselőjét egy körzet többek között azért is választja, hogy folyamatos lobby tevékenységgel segítse fejlődését, addig Kiss Péter nem volt országgyűlési képviselője Celldömölknek, mégis összességében több milliárdos fejlesztéshez segítette hozzá városunkat. A budapesti csoportot elkísérte és emlékező beszédet mondott Hajdú László, a DK országgyűlési képviselője, és dr. Petykó Csilla, Kiss Péter özvegye, aki lányával, Kiss Diannával együtt szintén részt vett a megemlékezésen. A beszédek után Radányi Károly és Szalai Zienbinszki Dóra előadásában két republik dalt hallgathattak meg az emlékezők, majd mindannyian egy szál piros szegfűvel rótták le kegyeletüket a néhai miniszter emléktáblája előtt. Az ünnepség után a városunkkal való rövid ismerkedésre is lehetősége nyílt a 15. kerületi baloldali kör tagjainak, majd a vendégek a késő délutáni órákban vonattal indultak vissza a fővárosba. A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület közéleti kávézójának celldömölki származású vendége volt a legutóbbi alkalommal. A Sarkköri Kutya Szános Expedíción résztvevő Varga Dávidot nagy taps köszöntötte múlt pénteken. Az Egyesület hosszú idő óta szervezi közéleti kávézó című beszélgetős alkalmait, melyre celldömölki kötődésű vagy országosan is ismert közéleti személyiségeket, sportolókat, művészeket hívnak meg. Az elmúlt pénteki rendezvényen Fehér László, az Egyesület elnöke beszélgetett a gimnáziumi évei után Celldömölkről elkerült Varga Dáviddal, aki nemrégiben vett részt egy sarkköri, extrém körülmények között megrendezett kutyaszános túrán. A túra résztvevőit a világ több régiójából többek között internetes szavazással választották ki. Hát meg kellett szereznem a legtöbb szavazatot Közép-Európában, és szerencsére egy olyan országban élünk, ahol az emberek azért nagyon-nagyon össze tudnak fogni, hogyha ők össze szeretnének valami jó cél érdekében fogni, és szerencsére úgy gondolták, hogy ez az út, amire én készültem, ez egy olyan dolog, amiért érdemes egy párat kattintani, és így végül is egy hónap alatt sikerült több mint 55 ezer szavazatot összegyűjtenem, ami Közép-Európában a legtöbb, a világon pedig a harmadik legtöbb szavazatot jelentette, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen itt ezen a felületen is a minden kedves szavazómnak. Figyelemmel tudtad azt kísérni, hogy mondjuk innen Celldömölkre hányan szavaztak rád? Volt nekem egy, és a mai napig van egy oldalam, egy Facebookos oldalam, ami mutat valamilyen statisztikákat, viszont az csak az én oldalamat mutatja. Azt, hogy kik szavaztak és honnan szavaztak, azt én sajnos nem látom, az csak a szervezők. Próbáltam megszerezni tőlük a listát, de sajnos nem adhatják ki. Végül is, mikor elindultatok, milyen volt az utazás, hányan voltatok, és milyen élményeid vannak? 26-an voltunk összesen.
Ebből 20 ember volt az, aki kijutott vagy szavazat, vagy kiválasztás alapján, és másik 6 ember volt, akit a szervezők kiválasztottak, mert az adott ember valami olyan dolgot tett az életében korábban, ami miatt azt gondolták, hogy ott a helye ezen az úton. Voltak velünk így például sífutó olimpikonok Svédországból. Az út az 5 napig tartott, az élmény az gyakorlatilag leíratatlan. Tehát ez kicsit olyan, hogy tudok róla, és nagyon szeretek róla nagyon sokat mesélni, de azt az érzést, amit ad ez az út, azt nagyon nem tudom átadni. Úgyhogy én bízom benne, hogy mondjuk a következőre akár egy másik celldömölki ember mehet, és akkor vele már tudunk beszélgetni arról, hogy osszuk meg másokkal még jobban az élményt, amit kaptunk az úttól. Egy ilyen utazás egy átlag embernek nyugodtan lehet mondani, hogy az extrém kategóriába tartozik. Vannak-e még ilyen extrém terveid? Annyira tetszett nekem ez az út, hogy én egyből, amiután beértünk a célba, jelentkeztem is ilyen kutyaszános túra vezetőnek Svédországba. Úgyhogy most meglátjuk, hogy engem választanak-e, és hogy mi lesz ennek a vége. Úgyhogy vannak tervek. Hogyha összejön, akkor fél évre biztosan kimennék Svédországba, és ugyanezt csinálnám, amit most csak 5 napig tudtam. Úgyhogy meglátjuk, remélem, hogy lesz valami komoly változás az életemben ebből a szempontból. Tehát Varga Dávid továbbra is szívesen választja az átlagember szabadidős tevékenységétől eltérő elfoglaltságot. Az pedig szinte biztos, hogyha ehhez megint egy internetes szavazás segítheti hozzá, az a celieken nem fog múlni. Diákrektor címért küzdöttek a tanév utolsó hetében a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 11. évfolyamos tanulói. A választásra csütörtökön került sor a diákheti programok részeként. A gimnáziumban évek óta hagyomány már, hogy a diáknapok ideje alatt rektort választanak az iskola diákjai maguk közül, akik különböző kampányfogásokkal próbálnak minél több voksot megszerezni. Az előző évek nyerteseit az iskola diákrektor fala hirdeti. Idén a 11. évfolyamosok közül minden osztály egy-egy jelöltet indított, akik elődeik nyomdokaiba lépve vállalták a kampányt. Nagy Ádám, Kovács Kristóf és Kis Dalán. Ők azok, akik idén indultak a Berzsenyis Diákrektor címért. Plakátokkal, programokkal, kampányvideókkal népszerűsítették magukat a jelöltek, hogy minél nagyobb tábort gyűjtsenek maguk köré. A cím megszerzése azonban nem volt könnyű, csütörtökön a diákrektor választás napján párbaj feladatokkal mérték össze magukat, és kampánybeszédekkel próbálták meggyőzni diáktársaikat a posztra való alkalmasságukról. A jó hangulatú összecsapáson Nagy Ádám, 11. H-osztályos tanuló vitte el a pálmát, és megválasztották az év diákrektorának. A diákheti programok sorát kampánybuli, diákparlament és hazai győzelemmel záruló berzsenyi Tinódi viadal színesítette. A hét forgatagát és egyúttal a 2018-2019-es tanévet a pénteki tanévzáró ünnepség zárta le. Szeretettel vár minden gyógyulni vágyót Hajba Diana természetgyógyász, fülakupunktúrás addiktológus, a Sárvári természetgyógyászati terápiás és diagnosztikai rendelőben. A rendelő a legkorszerűbb diagnosztikai és kezelési lehetőségeket kínálja páciensei számára. Meridim számítógépes, komplett állapotfelmérés, IBR system, biorezonanciás kezelés, emésztőszervi, nőgyógyászati problémák, allergiás panaszok esetén. Mozgásszervi, izom és ízületi panaszokra, köpőterápia és akutép kezelés. Bőr problémákra lézerterápia. Továbbá fülakupunktúrás kezelés, addiktológia,
szenvedélybetegségek leszoktatása és fogyókúrás program. Moxaterápia, ajurvéda masszázs és Aviva nőgyógyászati torna áll a gyógyulni vágyók rendelkezésére. Az egyéb kezelési területekről a rendelő honlapján és Facebook oldalán tájékozódhatnak. A celldömölki rendezésű Final Four-ral véget értek az asztali tenisz extraliga idei küzdelmei. A kétnapos rájátszás során trónfosztás történt, a címvédő házigazda idén a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az alapszakaszban fontos pontokat veszített Klampá Tibor legénysége, a Pécs csapatától mindkét mérkőzésen vereséget szenvedett, míg a BVSC-t idegenben simán legyőzte, majd a hazai visszavágón nem bírt fővárosi riválisával. A harmadik hely azt jelentette, hogy a rájátszás elődöntőjében ismét a budapesti vasutasok ellen kell bizonyítaniuk fazekaséknak. A mérkőzés elején érezhető volt már, hogy ezen a napon nem számíthatunk sok jóra, és bal sejtelmünkbe is igazolódott, 5-3-as állásnál véget ért az összecsapás, készülhettünk a vasárnapi bronzmeccsre. A papíron könnyebbnek ígérkező mezőberény elleni mérkőzés szintén döcögősen indult, a vendégek komolyan elhitték, hogy saját csarnokában elkaphatják a címvédőt, és a celieknek nagyot kellett küzdeniük, hogy a harmadik helyet megcsípjék. A hatalmas siker bronzot ért ugyan, de a játékos öröme nem volt felhőtlen. Szita Márton például nagyon csalódottan nyilatkozott. Az egész szezon szerintem ez volt a leggyengébb szezon, amit játszottunk itt csapatügyileg. Az egész, hát minden, ez egy nehéz szezon volt, szenvedős volt, akár csapaton belüli helyzetek, akár a játék, és itt a végén ezt még egy-két nap még nagyobb küszködéssel fejeltük meg, a fazékot leszámítva, aki nagyon kiváló teljesítmény nyújtott mind a két nap. A két játéknapot tekintve elmondhatjuk, hogy Fazekas Péter végig koncentráltan jól játszott. Győzelmeivel nagyot lendített csapat a játékán, ennek ellenére ő sem tűnt felhőtlenül boldognak. Én pedig ugye minden mérkőzésemet megnyertem, ennek viszont nagyon örülök, hogy ilyen jó formában tudtam játszani. Sajnálom, hogy a párosokban nem tudtam esetleg többet odarakni, mert akkor talán több esélyünk lett volna. De mivel ez egy csapat, ugye végig is egyéni mérkőzésekből áll, de a vége akkor is az a lényeg, hogy a csapat nyer vagy veszít. És ez a harmadik hely, ezzel nem lehetünk boldogok, hát majd megpróbáljuk visszaudítani jövőre a trófeát. Kriston Dániel hozta tőle megszokottat, játékára ezúttal is a hullámzó jelző a legtalálóbb. Olykor simának tűnő helyzetekben nagyokat hibázott, viszont már-már lehetetlen feladatokat is remekül megoldott, ha éppen úgy jött ki számára a lépés. A csapat egész szereplését tekintve elmondhatjuk, hogy nem játszott élete formájában egyik játékos sem. Talán csak Fazekas emelkedett ki társai közül. A kétnapos Final Four-on erősen visszaköszönt az egész szezonban látott játék, fontos pillanatokban ezúttal sem sikerült az ellenfelek fölé kerekedni, és a mérkőzés elejé párosokban ezúttal sem volt meg az összhang. Ezt a szezont minden bizonnyal hamar szeretnék elfelejteni a játékosok, és egy jobb idény reményében vonulnak megérdemelt pihenőjükre. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a klubcsapatok szuperligájában másodikként végeztek Szitájék, a Huni bajnokságot pedig a harmadik helyen zárták, ami az aranyhoz szokott hazai közönségnek kicsit szokatlan lehet, de mindenképpen szép eredmény. A nyári szünet után elrajtoló idényben a célkitűzés tehát nem is lehet más, mint visszahódítani a BVSC-től a bajnoki címet. Véget ért a 2018-2019-es labdarúgó megyei bajnokság. A celldömölki VSE Vulkánfürdő együttese nagyszerű évet zárva magabiztos fölénnyel végzett a dobogó legfelső fokán. A tavalyi bajnok Sárvár NB3-ba jutásával felcsillant a celiek számára a remény, hogy 4 év után ismét a bajnoki címért küzdhessenek. A játékos keretben jelentős változás nem történt, így egy összeszokott csapat állt Kovács Balázs rendelkezésére. Az őszi nyitó meccsen még nagyon szezonális formát mutattak a fiúk, az Egyházas Árócz ellen csak egy pontra futotta. A folytatásban azonban nem volt pardon, sorra verte ellenfeleit a gárda,
A 8. fordulóig kapott gól nélkül meneteltek. A téli szünetre már 8 pont előnnyel mehettek a miénk, a tavaszi rajt azonban megint nem sikerült. A bajnokság első, és mint utólag kiderült, egyetlen vereségét Egyházas Ráducon szenvedte a csapat. A további mérkőzéseken megint egy nagyon magabiztos Celdömölköt láthatott a közönség, az ellenfelek nem igazán találták a kemenesöljaiak játékának ellenszerét. A szezon középső szakaszában néhány X becsúszott ugyan, de ezeken a találkozókon is a celiek álltak közelebb a győzelemhez. A csapat nagy erőssége volt, hogy bőkeretét szinte azonos kvalitású játékosok alkották, így a vezetőedző előtt sok variálási lehetőség volt, folyamatosan tudta forgatni együttesét. A pályán és azon kívül is kiemelkedő volt a csapategység, a rutinos, idősebb játékosok és fiatal társaik jól muzsikáltak együtt. 5 fordulóval a vége előtt már behozhatatlan előnyre tett szert a CVS-e, ám étvágyuk ezután sem csökkent, minden mérkőzésen a legjobbjukat nyújtották. Az utolsó fordulóban, hazai pályán, nagy fölényben játszva, egy ötöst gurítottak a fiúk a bronzérmes királyesze kapujába. A celdömölki VS-ek 23 győzelemmel, 6 döntetlen és egy vereség mellett 18 pontos előnnyel megnyerte a vasi pontvadászatot. Sajnos a megyei és NB-s bajnokság közti hatalmas anyagi és egyéb szakadékot ezúttal sem sikerül áthidalni, így az osztályváltás elmarad, de jövőre is van cél a gárda előtt, történetesen a bajnoki cím megvédése. Ezt a feladatot új edzővel kell teljesíteni, hisz 2 év után távozik a kispadról Kovács Balázs, míg a játékos keretből Győrvári Gábor és Varga Jenő is befejezi aktív pályafutását. A nyári szünet után bajnoki és kupamérkőzésekkel veszi kezdetét a következő idény, melyben reméljük, hasonlóan szép eredményeknek örülhet a megújuló lelátóra kilátó nézőközönség. 32. alkalommal került sor alsóságon a környékbeli általános iskolák 5.-6. osztályos focistáinak labdarúgó tornájára. A Sághegy kupán szerdán 6 csapat rúgta a labdát. A Celdömölki Városi Általános Iskola alsósági tagiskolájában több évtizede rendezik meg a Sághegy kupát, melyre idén a helyieken kívül a Kemenes-Magasi, Ostfiasszonyfai, Bobai, valamint 2 Jánosházi általános iskola foci csapata nevezett be. A körmérkőzések után keresztmeccset játszottak a csapatok, majd a helyosztó mérkőzésekkel elkeltek a dobogós helyezések. 3. helyen a házigazda alsósági csapat végzett, 2. lettek a Kemenes-Magasi focisták, az aranyérem pedig a Bobai általános iskola labdarúgói nyakába került. A kupán külön díjakat is osztottak a szervezők. A gólkirály címet a Bobai Zsoldos Patrik vitte el, legjobb játékosnak az alsósági Benkő Milánt választották meg, a legjobb kapus pedig az Ostfiasszonyfai Nagy Vilmos lett. Kedves nézőink! Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásukat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVC műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon és a TVC Facebook oldalán korábbi híranyagainkat is megtekinthetik. A viszontlátásra!